Úgyhogy... És mi lehet az oka? Tehát annyira egészséges életmódot folytat és folytattok. Mitől alakulhatott ez ki? Senki nem tudja. Egyszerűen nem értjük. Az biztos, hogy nagyon-nagyon stresszes életet él. Tehát ez vitathatatlan. De most visszavesztek valamennyire? Tehát a Norbi teljesen visszavett. Igen. Hát, ha majd találkozol vele, Peti, te ismered a Norbit, van egy nyugodt, semmivel nem lehet őt felidegesíteni, mert azt mondta nekem most az elmúlt napokban, hogy kicsim, nincsen probléma. A probléma a Haller utcában, a szívműtőben, és most az idegsebészetem volt. De amit mi problémának vélünk, az nem probléma. Most már onnan tudom, hogy a régi Norvi, hogy viccelődik. Még egy hónappal ezelőtt azokra a szerelmes dalokra, amiket ő szokott nekem énekelni, és szoktunk táncolni rá, azoknak a szövegét még nem tudta. És láttam, hogy megrémült attól, amikor egy táboromban a fellépő játszotta a zenét, és kérte a Norbit, hogy gyere Norbikám, énekeld el ezt a dalt. És csak annyit láttam, hogy nem szeretném. És akkor oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy baj van, kicsim? Azt mondja, nem, semmi, de csak most nem szeretném. És aztán most utólag, hogy már emlékszik a szövegre, most mondta el nekem, hogy Réka, én nem tudtam a szöveget, nem emlékeztem a szövegre. De akkor visszajött ez is, és visszajött minden. Igen, visszajött minden. Azért én nem mondanám, hogy ő még, hogy ő a régi, hogy újra a régi. Nem mondanám azt, hogy 100%-os, de azt gondolom, hogy óriási csoda az, hogy ő egyáltalán él.